Szeretettel köszöntöm a hazahúzó nézőit. A mai adásban a Balaton felvidék kapujához, vagy ha úgy tetszik, a Balaton csücskéhez látogattunk el. Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban töltöttünk 3 napot a stábbal, hogy megismerjük és megismertessük önökkel e két település múltját, jelenét és a jövőjét. Tartsanak velünk a következő 45 percben. A Balaton ábránd és költészet. Történelem és hagyomány, édes búsmesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre. Eötvös Károly 1900-ban írt elbeszélés kötete a magyar tengerről ma is épp oly aktuális, mint a maga korában. Megírta mindazt, amiről a magyar néplélek szól. Hétköznapi emberekről, arisztokratákról, helyi történetekről és történelmi eseményekről szólnak sorai, főszerepben a Balatonnal. Utunk elsőként Balatonalmádiba vezetett. A családias, kedves kisváros magában hordozza még a dicső múlt hangulatát, olyan, mintha egyszerre sétálnánk egy letűnt kor modern díszletbe öltöztetett színpadán. Almádinak különleges története van, mert hogy 4 település összeolvadásából jött létre. Ezt hogy kell elképzelni? Egészen egyszerűen úgy, hogy olyan gyönyörű tájon vagyunk, olyan kellemes klímában és fantasztikus emberek között, hogy egyértelműen rájöttek arra, hogy együtt sokkal könnyebb. Mert a történelmi viharai megtanították arra őket, hogy ha legyőzik a nehézség, már pedig voltak, és végig mehetnénk, bár ilyen rövid idő alatt nagyon nehéz végigkövetni a teljes történelmet, de gondoljunk bele, hogy a tatárjárás után egészen egyszerűen felé lett ez a település. A török hódoltság nagyon hosszú víkendet jelentett, az szintén magához tért ez a település. Illetve volt a filoxéra vész a 19. század végén, ami megdöbbentően visszavetette az itteni életet, és ennek ellenére kitalálták azt, hogy a szőlőkhelyet akkor vendéglátásból fognak megélni. Tehát, hogyha visszatérünk, akkor elmondhatom, hogy a fantasztikus embereket azért tartom így, mert termette és vonzotta ez a táj a kiművelt emberfőket. Gyakorlatilag 35 éve lakom itt, és előléptem, gyütmentből gyüt maradtá. Ez itt ezen a településen rangot jelent. Rangot jelent azért, mert a legősibb rész 1000 éves, a Vörösberény, ami Szárberény néven a legelső oklevelünkben említetik, illetve vele együtt a Veszprémvölgyi apácák birtokai, ami hátunk mögött az én hátam mögött látható, tehát máma, Sándor, Kenese, Csittény, illetve akaratja, ami Veszprémvölgyi apácák birtokai voltak. Na most ezen a területen belül Vörösberény, először Szárberényben, akkor még a magyar nyelvben a szár a vöröses sárgát jelentette, az összeolvadt a különböző kisberény, kisszárberény település, szőlőhegy alakult ki, majd pedig a fürdőtelep, ami gyakorlatilag egy nyaralótelep alakult ki a szőlőkből, az Almádi. Délre még Szárberényhez tartozott, vagy később Vörösberényhez, Buda tava. Első neve Buda gyöngye volt, valószínűleg azért, mert akik lejöttek Budapestről, látták, hogy itt is gyönyörű a táj, el voltak ragadtatva tőle. Majd pedig leutoljára 1950-ben Káptalan Füred csatlakozott a településhez. Tehát így állt össze ez a település, amely gyakorlatilag azért most is megtartotta mind a mai napig az önazonosságát. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy emberi összefogásról van szó, civil szervezetek önálló taprálásáról, további éléséről, akkor Vörösberénybe megyünk. Akkor, hogyha fürdőegyesületekről van szó, különböző sportrendezvényekről, akkor Almádiban megyünk. Akkor, hogyha a mi Rózsadombunkra, a legkedvesebb kis településre, hadd nevezzük így, akkor Káptalan Füred. Budatava pedig iskolai negyed lett a Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium felépültével. Tehát, hogyha végig tekintünk a történelmen, akkor gyakorlatilag mindig értékes volt ez a terület. 4 völgy szakad le a Veszprémi fennsíkról, van a királyséd, van a Vörösberényi séd, később az alsó ősi séd, ami lehozta a völgybe egyrészt a
termőtalajt is, másrészt pedig a különböző embereket is, tehát itt mindig cserélődött a népesség, amellett, hogy megmaradt egy karakán helyi település. Akkor, amikor ellehetetlenült a szőlőművelés, mert ellehetetlenült az amerikai szőlővész miatt, a filoxéravész miatt, akkor kitalálták azt, hogy ma ezek a pincék, présházak nagyon kiváló kis egészségi centrumok lehetnek, nem így hívták még akkor, csak akkor, amikor a gyógyítás egyetlen módja a priznickúra volt, akkor bepakolták az embert egy vizes lepedőbe, és ott hagyták egy egész éjszakáig, akkor rájöttek arra, hogy van egy másik fajta megközelítés is, akkor nagyon rövid ideig hideg vízzel öblítik le őket, utána ehhez egy vegetáriánus életmódot, majd pedig egy légzőkurát csatolnak, akkor ezzel vonzották ide az embereket. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy feltalálták magukat. A későbbiek folyamán a két világháború között megpróbáltuk az Adriát helyettesíteni, ha lehet. Én úgy érzem, hogy talán lehet, és a balatoni riviéria az innen kezdődik és Füredig tart, bár mindenki vitatkozik rajta. Alsősiek meg vannak győződve, hogy ott kezdődik, a fűzfélyek természetesen ott kezdenék. Keneseiekről nem is beszélve. Tehát fantasztikusan ragaszkodnak az itteni emberek ehhez a környezethez, ezekhez a lehetőségekhez, és ez azt jelenti, hogy egyre több külföldi is felfedezi, belföldi turizmusunk is kiváló, egyre több külföldi fedezi fel az, hogy nem csak rekreációs, hanem kulturális célból is érdemes ide jönni. Miközben nyaranta jómódú polgári családokkal népesült be a part, addig a nemzetközi sportvilág szeme is Balatonalmádira szegeződött. Az 1930-as években hemzsegtek a külföldi sportolók e bájos és nyugodt kisvárosban. Akkoriban a nemzetközi sporthét keretében lebonyolított versenyek közül Almádi adott otthont a tenisz, a vívó, az asztaltenisz és a lovas sport viadaljainak. Az aktív életmód a múlt egyik drága hagyatéka, és ma az egyik közkedvelt kirándulóhely, az Óvári Messzelátó méltóság teljesen emelkedik a település részek fölé. Kilátóval nagyon sok helyen találkozhatunk a Balaton körül, és az az igazság, hogy ezek a kilátók olyan csodálatos helyeken települtek le, ahol át lehet tekinteni nem csak egy adott települést, hanem nagyobb távlatokat is. Ez a kilátó viszont Messzelátó nevet visel. Messzelátó azért, mert olyan emberről neveztük el, aki messzebb látott, mint kortársai. Dr. Óvári Ferenc főrendi házi tag, felsőházi tag volt, képviselő volt, különböző tisztségeket töltött be. Egy szóval, vagy egy mondatban Balatonalmádi város jótevője. Akkor még nem volt város, hanem akkor kezdett kialakulni gyógyüdülőhelyé egyrészt, és ő ezt felismerve csalogatta ide azokat az embereket, akik egyrészt telket akartak vásárolni, másrészt pedig különböző rendezvényeket szervezett. Tehát megalakult Budapesten a Balatonalmádi kör, akik egyszerűen lobbiztak azért, hogy itt minél több villa és nagyon gyönyörű villák épüljenek. Majd pedig azért, hogy a templomok rendben legyenek. Almádiban akkor épült fel a Szent Imre templom. Akkor épültek meg a strandnak a különböző létesítményei, de ezt nem csak ő, hanem ő gyakorlatilag egy olyan helyzetben volt, amikor pénzeket is tudott rendelni mellé, tehát a lobby tevékenysége, egyrészt a vasút kiépítése, másrészt pedig a társasági élet kiépítése, úgyhogy voltak olyan feljegyzések, hogy a tenisztornákat nem véletlenül rendezték itt. Nem véletlen voltak itt regatták. Ezért ez a messzelátó azt az embert örökíti meg, aki korát messze meghaladva tudott egy nagyobb településért és nagyon sokat és maradandót tenni. Ha ezt most időben kellene, akkor ez a 19. század közepéről beszélünk, vagy a második feléről. Igen, igen, egyértelműen. Tehát ez a messzelátó gyakorlatilag a 19. század első részében épült, és egy darabig Veselényi nevét viselte. Nos, Veselényi nevét csodálatos ember volt, ugye, aki félkézzel átúzta Füred és Tihany közötti távot, mert másik kézzel borotválkozott. Na de máshol is vannak elnevezve róla gyönyörű dolgok, tehát én úgy éreztem, hogy itt helyi emberről kell elnevezni, de mondhatnánk nagyon sok más kiváló embert is. Gyakorlatilag 1930-as évekig ő
létrehozta azt a Balatonalmádit, amit még most is megcsodálom. És hogyha földrajzilag beszélünk a messzelátorról, akkor hol vagyunk most pontosan? Most gyakorlatilag az Öreghegynek a keleti részén, kiemelkedő részén vagyunk, mert innen húzódik Káptalan-Füredi. Ez gyakorlatilag Kisberény, Almádi és Káptalan-Füred határán húzódik ez a hegység. Pont a város felett. Pont a város felett. Mi hegynek mondjuk, van egy ilyen törvény, hogy 500 méter fölött hegy. Itt minden hegy, ami magas. Balatonalmádi legrégebbi épülete a Balaton felvidéken egyedülálló, kőfallal erődített református templom. Még a város címerében is szereplő román gótikus stílusban épült templomot 1290-ben említik először. Fausz Gyula már arról mesélt nekünk, itt a templomdombon régtől fogva temető volt, ami valamilyen fallal körül volt véve. Belépve a templomba feltárul elénk a múlt és a jelen. A helyreállításkor, ami 1960-as években volt, akkor teljesen lecsupaszították a falakat, feltárták a fal melletti részeket, az alapig elnyúló részeket, és amikor minden le volt csupaszítva, akkor előkerültek az eredeti színek, az eredeti templomfalainak a színeit. Hát kettő erősebb színt, árnyalatot tudunk megkülönböztetni, egy sárgába hajló fehéret, vagy valami ilyesmi, és egy vöröses valamilyen színt, mind a kettő a templom saját színere, úgy gondoljuk, hogy a világosabb szín az a régebbi, az volt a régebbi. Megnézzük a feltárt felületen, például a tőlem jobb sarokban lévőt, a hajdani kápolnának az egyik déli falán, akkor ott a 16. századból, az akkori kornak megfelelő graffiti van, beírták a nevüket valakik, nem tudjuk, hogy kik lehettek, de évszám és neveket lehet találni azon a falon. Ambrosius itt, és itt van egy évszám 1571, meg ott vannak Johannes Csesz, az egy cseh János lehet, és évszámok. A 2023-as év egy kicsit más, egy kicsit különlegesebb Almádi közösségének. A város ugyanis része a Veszprém-Bakony-Balaton élmény régiónak, amely így egységesen viseli az Európa kulturális fővárosa címet. Sok szem szegeződik tehát most erre a környékre, nem kevés kihívás elé állítva Almádi első emberét. Polgármester úrnak júniusban lesz az első éve, hogy átvette a település vezetését, akkor mindjárt adódik a kérdés, hogy milyen volt ez az egy év? Hát tanulással telt. Tanulással, tapasztalással telt. Addig is sokat voltam kint az utcákon körülnézni kis városunkba, megismerni az embereket, de sokat kellett tanulni. Tehát a hivatal működését, városgondnokságunk működését, mit hogy csinálunk. Ugye nyilván nekem ez egy új terület volt a közigazgatás. Meg kellett tanulnom a pénzügyi dolgokat, úgyhogy egy nagyon érdekes tapasztalás volt. Mellette pedig kint voltam folyamatosan a polgáraink között, és érdeklődtem, hogy mit szeretnének. És mit szeretnének? Hát ők szeretnék, ha megkérdezünk 150 polgárunkból, 120 azt mondja Almádira, hogy a nyugalmat. Tehát mi ezt a kis csodát szeretjük, ezt az 56 hektár kertet, az Öreghegyet mögöttünk, itt van a Balaton, és szeretjük a nyugalmunkat. Ugye ezt általában csak az érzékeli a mostani korban, aki megáll, és azt mondja, hogy húha, de jó itt lenni, ahogy szoktam mondani, Isten tenyerén lakunk, és hát ezt szeretnénk megtartani. Nyilván a városnak fejlődnie kell. A város ugye 1910-ben volt egy nagy fejlődése, akkor azért a Balatonalmádi fürdő RT-be a kinejtoposok,
a légsátrak, elindult egyfajta üzleti világ. Ugye itt leszálltunk a vonatról, megnéztük a gyönyörű Reghegyet, és utána itt a parkoló helyett volt egy gyönyörű szép park. Ugye ebbe érkezett be az utazó. Aztán utána itt találkoztak a rendszerváltás előtt a sógoraink, a német testvérek. Akkor is egy ilyen aranykorát élte gyakorlatilag Almádi. Majd az a korosztály, aki akkor élt, az ide leköltözött, mert szerette Almádi. Ugye itt mindenkinek van a parkban egy emléke, a kertmozikba, a Balatonnal. Aztán utána valahogy ott maradtunk. Valahogy ott maradtunk, és azt gondolom, ez a mi csodánk is, hogy ott maradtunk. És ezt éljük. Most meg kell találnunk azt a néhány olyan fejlesztési pontot Almádiba, amitől lesz bevételünk is, de igazából szervesen nem változtatjuk meg Almádi képét. Úgyhogy ezen dolgozunk, nagyon sok fórumot tartunk, és szeretném, hogyha a ciklus végére az almádi emberek, és ez nagyon-nagyon fontos, amit mondok, hogy az almádi emberek, illetve a nyaralóink is, de főleg az almádi emberek eldöntsék, hogy merrefele vigyük a várost, merrefele kell majd a következőknek, az utódainknak, vagy akár nekünk azzal tölteni az időt, hogy milyen legyen ez a város. Kaptunk támogatást, kaptunk anyagi támogatást a Kolostorkertre, ami nemrég készült el, oda közösségi tereket hoztunk létre. Ugye ez a Kolostor magtárral együtt egy nagyon komoly közösségi tér kell, hogy legyen, amin már dolgozunk, hogy visszapozicionáljuk, vagy újra pozicionáljuk. Emellett nagyon-nagyon magas a hajlam a balatonalmádi emberek körébe is a kézművességre, verselésre, zenére, tehát nyitott ajtókat döngetünk folyamatosan. Abba kell egy kicsit segíteni, hogy egy kicsit felhájpoljuk, egy kicsit szebbé, színesebbé tegyük, és gyakorlatilag kész vagyunk. A család apraja nagyja összegyűlhet a Balaton kapujában, meg annyi program közül válogatva. De gyönyörködhet a hullámokban és a naplementékben is, miközben simogató dallamokat fúj a balatoni szellő. Elődeink sem véletlenül fedezték fel maguknak a Balaton északkeleti szegletét. Korabeli tudósítások élénk kávéházi életről, strandkultúráról, hajózásról, estélyekről számoltak be. A pezsgőnyarak emlékét több épület is őrzi. Köztük a város fölé oly határozottan magasodó Hungext Bál Resort Hotel, vagy ahogy régről ismerjük, az ikonikus Aurora Hotel. A turisták megjelenésével és a nemzetközi versenyek miatt már az 1930-as évek óta szóbeszédtárgya volt egy nagyobb kapacitású, minden igényt kielégítő hotelkomplexum. Almádinak egészen 1969-ig kellett várnia arra a pillanatra, hogy elvágják a vörös szalagot megnyitva a Kürti László és Hornicsák László által tervezett 12 emeletes szálló ajtaját a vendégek előtt. Mára már csak az emléke maradt annak a bizonyos aurórának, ám az élmény még mindig ugyanaz, csak új köntösben, nem is akármilyen minőségben. Itt vagyunk most a szálloda 13. emeletén a Sky Rose bárunkban. Erről tudni kell, hogy gyakorlatilag egy U alakú helyiségről van szó, tehát így, hogyha ide a vendégünk feljön, akkor gyakorlatilag a Balatont, illetve a környező vidéket gyakorlatilag teljes panorámában megcsodálhatja minden irányba, keletitől a nyugatig, tehát itt egy napfelkelte, egy napnyugta is nagyon-nagyon-nagyon szép tud lenni, illetve kellemes élmény nyújt. Ami fontos, hogy ez a Sky Rose bárunk, ez alapvetően nem csak a szálló vendégeknek készült, illetve igénybe vehető, hanem a helyi lakosok, a környéken, a nyaralók, illetve az átutazók számára is egy lehetséges választás, hogy megcsodálhassák a Balatont ebből a perspektívából is, úgyhogy mindenképpen ajánlom mindenkinek. És ha már ugye élménynél tartunk, ugye egy éve lett átadva a közönségnek a Hungext Bál Resort Hotel, ugye miben nyilván előtte elég hosszú története volt ennek az épületnek. Mi az, amiben most megújult a hotel, illetve az épület? Igen, alapvetően 1969-ben még Aurora Hotelként nyitott meg,
akkor a külföldi vendégeknek szánták alapvetően ezt a szállodát. 2005-ben aztán Ramada Hotelként átesett egy felújításon, és 2016-ban került, illetve lett Hungest szálloda, és a Covid alatt 2020-ban indítottunk egy teljes körű felújítást tulajdonképpen, aminek eredményeképp, ahogy említetted te is, tavaly, tehát 2022. június 1-én tudtunk újra nyitni. Ez tulajdonképpen egy teljes körű felújítás jelentett. Sokszor kérdezik a vendégek is telefonba, hogy voltak itt korábban, és hogy a szobák is fel lettek újítva? Tényleg minden fel lett újítva, tehát a közösségi terektől, a parkolótól, a szálloda parkjától kezdve, a szobákon át, az étterem és a konferencia szint minden kívülről, belülről, gépészetileg megújult, és tényleg igyekeztünk mindent úgy átalakítani, kialakítani, hogy a mai vendégigényeket a legmagasabb szinten ki tudjuk elégíteni. Amiben újítottunk, ugye nagyon sok család látogat hozzánk, tehát igyekeztünk, ez alapvetően szerintem a mai világban egyébként trend is, tehát ez a családokkal szállodába járni, tehát erről mi sem tudtuk, illetve nem is szerettük volna kivonni magunkat ez alól, tehát igyekszünk többféle gyerekbarát megoldással kedveskedni a vendégeknek, ami talán korábban nem volt meg. Ezt lefordítva azt jelenti, hogy hétvégén, tehát a kiemelt időszakokban gondolok itt a nyári kiemelt időszakra, iskolai szünetek, ünnepi időszakok, egésznapos animációs programokkal készülünk a gyerkőcöknek. A parkunkban, a szálloda parkjában létesítettünk egy játszóteret, illetve a spa részlegünkben az élménymedencék mellett gyerekmedencéket is kialakítottunk, de igyekszünk ugyanakkor a régi hagyományokat, amik így főleg a felnőtt vendégek szórakozását helyezte előtérbe, tehát nagyon sok ilyen zenés este volt korábban is. Ezt a hagyományt is igyekeztünk megőrizni, tehát tovább vinni, tehát ugyanezekben az időszakokban az estéket, azokat igyekszünk élőzenével színesíteni a földszinti lobbibárunkban, illetve meghatározott időszakokban a felújított rendezvénytermünkben akár sztárfellépő koncertjeiket is lebonyolítjuk, illetve ezzel igyekszünk vonzóbbá tenni a szállodát. Tizenkét szinten 209 szoba, köztük 19 lakosztály vár a pihenni vágyókra. Minden emeleten van egy tulajdonképpen déli fekvésű szoba, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a Balatonra. Ezek a prémium junior lakosztályaink. Jelzik ezt sokszor a vendégek, hogy nagyon tetszik nekik az újfajta szoba, mármint hogy a régihez képest. Igyekeztünk olyan belső építészeti megoldásokkal újra gondolni ezt az egészet, hogy a Balatonnak a színvilágát úgymond ezt szerettük volna tükrözni, tehát amikor napsütésben ugye ez a kékes, ragyogó szín jelentkezik, amikor kevésbé jó idő van, akkor ez a zöldes, ilyen méregzöld szín inkább az, ami megmutatkozik, ezt nagyon jól visszaadják a felújított szobáknak a hangulata, és úgy a szobáké, mint a közösségi tereké, úgyhogy ez megmondom őszintén, ez egyébként tetszik a vendégeknek, nagyon szokták is mondani elég sokszor, hogy nagyon szép lett ilyen szempontból. Ezek ugye a junior lakosztályok, és akkor milyen típusok vannak még? Igen, vannak családi szobáink, összesen 22 pár családi szoba, tehát elég nagy létszámban tudunk családokat is fogadni. Az alapszobatípus nálunk a prémium kétágyas, szóval ezek ilyen összetolható ágyakat jelentenek tulajdonképpen, illetve vannak az ennél egy ilyen magasabb kategóriájú prémium panorámás szobák. Ez a nevéből is adódóan ezek magasabb szinten helyezkednek el. Nyilván a környékre történő kilátás az innen szemmel láthatóban is szebb, mint mondjuk egy alsóbb szinten levő szobáról, de ha engem kérdezel, akkor mindegyik szobának megvan a maga hangulata. Úgyhogy akármelyik szinten kell az adott vendég elhelyezésre, biztos, hogy nem fog csalódni a szoba nyújtotta szolgáltatásokban. Felújításon esett tehát a teljes spa részlegünk is.
Korábban egy hidegvizes úszómedencénk volt, ezt igyekeztünk szintén a kor trendjeinek megfelelően egy élményelemekkel gazdagított szolgáltatásra átvarázsolni. Én már korábban említettem ugye a gyermekmedencének a létesítését, illetve tulajdonképpen azt hiszem mondhatom, hogy a mai piacon elérhető összes élmény elemünkből sikerült ennek a korábbi úszómedencének a helyére egy új élménymedencét varázsolni. Külön szinten került elhelyezésre a szauna részlegünk, ugyanúgy, mint az eddigiek, tehát minden szaunánk vadonatúj. Itt is ugyanaz, mint a medencéknél, elmondhatom, hogy minden fajta szaunából van megtalálható nálunk legalább egy, tehát a finn szaunától elkezdve infraszauna, gőzkabin, jégkutunk is van, merülő medencénk, illetve sószobánk is elhelyezésre került, illetve a szaunáink mellett pedig egy napozó terasz is a vendégeink rendelkezésére áll a jó idő esetén. Ezen kívül a spa részlegünkben a vendégek napközbeni pihenését elősegítendő egy wellness bárunk is üzemel, ami mellette egy pihenő részünk is van, ahol kényelmes nagy kanapékon, egy koktéllal, egy könyvvel, az tényleg egy gyerkőcmentesen, az egy nagyszerű választás a pihenni vágyoknak. Balatoni szálloda révén kihagyhatatlan élmény a strandolás, amely ettől az évtől egészen magas minőségben lesz elérhető a szálló vendégek számára. Természetesen az üzleti világ szereplői számára is magas színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani a hotelben. A felújítás során két nagy plenáris és két kisebb szekciótermet alakítottak ki, amelyek igény esetén egyben nyithatóak. Pihenni, élményeket gyűjteni vagy éppen szakmailag fejlődni, minden egy helyen úgy, ahogy annak idején megálmodták, most a 21. századra formálva. A hoteltől alig 500 méterre áll egy másik ikonikus épület, a maga szolid módján őrizve a múltat. Az 1970-es években még Aurora étteremként volt ismert, ma már régi formájában nem működik. Helyére a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár költözött, amely idén ünnepli 20. évfordulóját. Almádi egy élénk és vibráló civil közösséget tudhat magáénak, amelynek egyik szíve ez az épület. Babamama kluboktól, balett vagy táncóráktól, illetve karate foglalkozásoktól hangos az épület. És amikor minden elcsendesedik, akkor a színpadi produkciók ejtik ámulatba a nézőket. Balaton-Almádi lakosság száma 10 000 körül, kicsit már fölötte vagyunk, és egy elég sajátos helyzet alakul ki nyáron, amikor ez a létszám sokszor meg négyszereződik, tehát ilyen 40 000 fővel is kalkulálhatunk itt egyszerre. Nyilván nekünk ez egy nagy kihívás, hogyan tudjuk a pihenni, szórakozni vágyó embereket olyan kulturális élményekhez juttatni, amikről mi is azt gondoljuk, hogy színvonalában méltók Balaton-Almádihoz. Ezen dolgozunk most gőzerővel a kollégáimmal egyébként. Nagyon szeretnénk egy új rendezvényt bevezetni, ami a valamikori nagy hírű Balaton-Almádi Borfesztiválra reagál. Most idén azt tervezzük, hogy az lesz a neve, hogy Balaton-Almádi Bormustra. Itt nagyon sok tényleg különleges tábort szervezünk, hogy az itt nyaralók gyerekeit is szívesen látjuk természetesen. Lesz Harry Potter tábor, fotós tábor, kutyás tábor. Tényleg itt vannak ilyen erre kiképzett kutyák, ha fél valaki a kutyától, akkor itt ezt leküzdheti, ha játszani szeret vele, azt is megteheti. Szóval tényleg érdemes lesz majd a Facebook oldalunkat követni, mert nagyon sok táborra lesz lehetőség itt nálunk. Ezen túl, ugye mivel Európa Kulturális Fővárosa régióba tartozunk, számtalan program valósul meg a mi helyszíneinken az Európa Kulturális Fővárosa program sorozatokból. Csak nem 400 négyzetméteren több mint 45 000 kötet könyvőrzője a központ. A Balatonra néző olvasóterem egész nyáron vár mindenkit, ahogy a strandkönyvtár is. A Pannonia Kulturális Központnak az előzménye, hogyha időrendben megyünk visszafelé, akkor volt az Aurora étterem, ami ugye a 69-ben épült Aurora szállónak az étterme volt, különállóan,
készült el. Aztán, ha megyünk visszafelé, előtte volt a Pannónia otthon, ami viszont már a 930-as években épült, és az akkori időszak szerint ez egy hatalmas létesítmény volt, mert több száz férőhelye volt, és ezen a részen, ahol most vagyunk, itt volt körülbelül a kurszalon, ami gyakorlatilag a rendezvény, étterem rendezvény hely volt, tehát bálokat és egyéb hasonló rendezvényeket csináltak itt. Például érdekességként ugye a Balaton környékén mindenhol volt Anna bál is, csak úgy mondom, ez a Fürednél megmaradt, mint kisajátított rész, de volt olyan 30-as évekbeli újságcikk, ahol írták, hogy elindultak a vendégek Földvárról, Siófok, Almádi, és aztán befejezték Füreden az Anna bálba. Tehát ennyire nevezetes ünnepek voltak az a bálok és az Anna bálok itt a Balaton környékén. Ha még visszább megyünk az időben, akkor ezen a helyen volt a Kneippféle intézet, ahol a fürdőkultúra, fürdő gyógykezelések voltak. A fürdőház maga, vagy hát a gyógykezelőház állt ezen a részen, és ez úgy nézett ki, hogy itt volt több része, ahol hideg-meleg, zuhanyos, idézőjelben slaggos megoldással fürdették az embereket. Volt körülöttünk ugye a pázsit, ahol viszont a gyógykezelés lényege a mezitlábas séta volt, és volt egy olyan rész is, ami itt a hegyoldalban volt, a légsátrak, ahol viszont az emberi testet levegőztették, és a tüdőt is egyben, de gyakorlatilag inkább egy ilyen mozgásterápia volt, hogy fölgyalogoltak az emberek a hegytetőre, az alatt levetkőztek, és a hegytetőn pedig gyakorlatokat, favágás és egyéb fizikai gyakorlatot végeztek. A hagyományt nem csak őrizni kell, hanem életben is kell tartani. Ebben a szellemben működik egy fantasztikus műhely a központban, a Balaton-Almádi látványszövőde, tovább örökítve a sárközi szövés hagyományokat. Ahogy itt mögötted van egy szövőszék, az édesanyámnak a szövőszéke, ő neki volt egy otthon, egy mezőberényi szövőszéke, amin szőnyegeket szőtt elsősorban, tőle örököltem meg, az volt végül is az első szövőszékem. És itt meg a sárközi mintára mégis ezt vittük tovább. Ez egy ilyen kicsit ilyen értékmentés is, hogy készüljön egy ugyanolyan múltban. És akkor nektek nagyon különleges motivumvilágotok is van, amit sárközből hoztatok. Mik a legjellemzőbbek rá? Hát a legjellemzőbb sárközi motivumkincs a csibeszemes, aztán a kás, ebből van apró kás, apró csibeszemes, illetve van a szedettes, vagy apró szedettes. Igen. És az elnevezések azok honnan jönnek, mármint hogy az elnevezések a motivumnak? Hát, hogyha ránézünk, akkor ez olyan, mint hogy egy kis csibeszemek lennének, szóval, hogy egy ilyen kis, ott középen a kis szem. Aztán a kás mintánál szint úgy, hogy egy K betűt mintáz, majd mindjárt mutatom, hogy pontosan. Igen, itt. Tehát, hogy egy K betűt mintáz, onnan jött a kás. A szedetes az meg onnan, hogy egyesével szedjük fel a sor. Tehát egy négyzetásos papírral szedjük fel, számoljuk ki, hogy mi emelkedjen, mi látszódjon, és akkor azt itt szedjük. Szedjük a mintát soronként. És a színvilág az eléggé határozottan. Az is nagyon meghatározó. Hát régen ez fekete-piros volt elsősorban, aztán a sötétkék, sötétzöld, aztán amikor bejöttek már a mesterséges színek, akkor azért úgy eléggé elment. De a régi hagyományos az a fekete-piros elsősorban, igen, meg fehér. A látványszövődében kis csoportokban folyamatosan folyik a képzés egész évben, hogy tovább éljen ez az ősi iparművészeti tevékenység. Nem álltam meg, hogy ne üljek le én is a szövőszék elé. Amikor eldobod, akkor csak kényelmesen eldobod, amennyire. És akkor ja, csak lazán. Húzni nem szabad, nem feltétlen szabad, és akkor. De na, ezek jönnek, ezek az apróságok. Tehát az, hogy jobbról be, balról be
lökjük a vetélőt, az igazán nem olyan nagy tudomány. Inkább majd a gyakorlattal jön az, hogy szép legyen a széle. Szóval a szövőknek mindig egy nagy, hogy épp szél. Igen. Szép legyen a széle. Ne legyen összehúzva, ne legyen ott egy ilyen kis bugyor, hanem hogy pont annyi, amennyit kíván. Ú, ezt leteszem teljesen. Jobb alkézről várod, vagy így is jó. Olyan kis finom. Ez az éppen, hogy igen, hogy így be, és már igen, meg is van egy sor. Nem, ez nagyon szép. Bevallom őszintén, elidőztem volna még itt. Számomra ez lett az egyik legkedvesebb hely. Édesanyám textilművész, így aztán megismerni a mesterségét még jobban, nagyon élveztem. A művészetnek meg annyi arcát láthatjuk itt Almádiban. Amíg átsétálunk a Balaton partra, megakad a szemünk egy nagyon különleges kezdeményezésen. Idén 10 éves Almádi egyik gyöngyszeme itt a vasúti átjáróban, ami art járó lett, nem véletlenül, mert hogy köztéri kiállító tér lett tulajdonképpen ez a sivár terület, és egy pici kis Balaton-Almádi művészetbe öltve. Honnan indult és hogy jött az ötlet, hogy felöltöztessék ezt az átjárót? Hát az elején végül is úgy jött az ötlet, hogy az aluljáró az nem volt Balaton-Almádinak a gyöngye, szeme, fénye, és tele volt graffittivel, egy kicsit elhanyagolt is volt, és akkor a Városgondnokság intézmény vezetője, Agzé Tamás írt egy kör e-mailt a helyi képzőművészeknek, hogy szeretné azt, ha ez az aluljáró egy kicsit szebb lenne. És akkor olyan ötlet támadt, hogy jó lenne itt egy nyitott képtárat készíteni, és hát ezt az ötletet én adtam, és elfogadták, és így szerveződött ez a kiállítás. Természetesen a képzőművészek nagyon örültek ennek, és csatlakoztak. Elsősorban Fábián László, grafikus művész, aki nagyon örült ennek az akciónak, ennek a projektnek, és így ketten lettünk ennek az aluljárónak a művészeti vezetői, és elkezdődött az a folyamat, ami voltak éppen 10 éve már megy. Egy évben két kiállítást szervezünk, egyik a képzőművészeké, a másik a fotósoké, ezt advent vasárnapján nyitjuk a fotót, és július elején a képzőművészeti tárlatot. Különböző blokkokra építjük fel, tehát vannak egy természet, itt például egy természet elvű természetről szóló blokkot építettünk föl. Van, ahol a humor jelentkezik, van, ahol az érdekesség. Talán itt a Fábián László munkáját is mondanám, hogy egy napernyőre vetett árnyék, azt hogyan lehet egy művészi szemmel meglátni és megfogalmazni. Egy valós tárgyi leképezést egy domború felületre hogyan teszem át, és voltak éppen egy olyan absztrakt kép jön létre, ahol bizonyos foltokba esetleg beleláthatunk bármit, itt egy szőlőt is lehet érzékelni. Nyárra ezek a csodálatos pillanatképek képzőművészeti alkotásokká válnak, és a Balatont a művészek szemével ismerhetjük meg, miközben átérünk az északi part egyik legnagyobb szoborparkjának kapujához. Honnan indult az ötlet, hogy megtöltsék művészeti alkotással a teret?
Hát ez 902-ből indult, vissza kell, hogy menjek, mert Sebestyén Gyula nevezetű néprajzkutató, nagyon híres néprajzkutató, ő annak idején már leírta ezt, hogy ez olyan gyönyörű ez az egész Móló és a Szent Erzsébet liget, tehát ugye akkor még Öregparknak hívták, és hogy ide feltétlen a Balaton panteonját érdemes lenne elhozni. És akkor ezt valahol én felfedeztem, és amikor a világkiállítás úgy volt, ugye, hogy Magyarországon lesz, akkor beadtam ezt egy ötletnek, hogy egy Európa készfogás szoborparkot szeretnénk itt, hivatásos szobrászok, nemzetközi, akkor még nem tudtam, hogy mire vállalkoztam, és nagyon jó véleményezést kaptunk, de hát nem lett meg ugye a világkiállítás, és akkor 13 évvel ezelőtt, 2013-ban a polgármester úr mondja, hogy van egy pályázat, és ő emlékezett még az én ötletemre, és akkor újítottuk fel ezt az egészet, ez egy líder pályázat volt, és hát beleugrottam, de őrült egy dolog volt, mert itt most 54 szobor áll, ugye, és azért az nem kevés játék, hanem kialakítottuk, és amiben támogatást kaptunk, az ugye a környezetkialakítás volt, az esztétikai rész, és akkor már gondolkodtunk abban, hogy legyen egy kis színpad, mert ugye az egyik strandbejárat itt van, és akkor este, amikor jönnek ki az emberek, tehát ezt érdemes akkor megnézni, mert a célunkat, a PR-t alapítvány, Almádi PR-t alapítványt megalapítottam, és hát nagyon jó gárda van, és a barátok, mindenki jött segíteni, elképp betonozástól kezdve, itt nem igaz, mit műveltünk, és ugye akkor még nem volt szobor. És ugye akkor elkezdtünk levelezni, nagykövetségek, szobrászszövetségek, külföldiek, belföldiek, retteltes érdekes volt, és egyszer csak megérkeztek emelődarúval, azt sem tudom, honnan szereztünk. Szóval nagyon érdekesen indult. Ez egy nagyon érdekes szobor, meg a története is érdekes. Ez a Walter Bartsnak a szobra, a Merkelnek a kedvenc szobrásza, és véletlenül a régi szállodába, vagy a szállodába volt valamikor 2014-ben egy ilyen oldboy autó találkozó, és valamelyik barátom fölhívott, hogy te, azt mondja, itt van a Berlin alpolgármestere egy szobrásszal. És ez éjfélkor, fél egykor volt, éjfél után, akkor lejöttünk, és beszélgettünk minden is, és mondom, hogy megmutatnám, akkor már voltak szobrok. És ott a Sóhajok hídján jöttünk át, és én hoztam egy kis pálinkát, és mondtam, hogy innen belépünk az Európa Készfogás Szoborparkba, itt muszáj egy korty italt inni. De ott ugye szemük kidúvadt, minden, de utána ez a Barcs azonnal onnan elindult, elkezdett lépni, és megnézte, hogy hova adja ezt a szobrát. És ennek Európa kapuja, az a címe, fantasztikus szép. Valóban káprázatos, és bármi tavasszal csak az ágak fényárnyék játékában tudtunk gyönyörködni. Nem kell nagy fantázia hozzá, hogy elképzeljük magunkat a nyáron zöldellő lombkoronák ölelésében. A nyár közelettével a park nem csak fiatalokkal, idősebbekkel, piknikező családokkal vagy önfelett játékba merülő gyerekekkel telik meg. Elindul a bringamánia. Évről évre ezrek kerekednek fel az ország minden tájáról, hogy lehúzhassák a bakancslistáról, megkerültük biciklivel a Balatont. A képzeletbeli startvonal pedig itt van Almádiban. A Balaton-Almádi Turisztikai Egyesület 2021 évben pályázatot nyert ennek a kis biciklis pihenőnek a létesítésére, a vidékfejlesztési program érték és minőség marketing célú továbbfejlesztése program keretében, és mi úgy döntöttünk a helyszínválasztásnál, hogy a rendkívül nagy forgalmat lebonyolító kerékpárút mellett lévő Balatoni Bringakörút 0 km kövénél fogjuk megépíteni ezt a kis pihenőt. Itt ugye a bicikli kultúránál adódik a kérdés, hogy van lehetőség bérelni is, tehát hogy aki ide jön mondjuk de bicikli nélkül, akkor hogy tud neki indulni? Balaton-Almádiban több helyszínen is lehetőség van kerékpárt bérelni. Elsősorban a Turinform iroda, ahol rendelkezésre állnak kerékpárok, gyakorlatilag minden korosztálynak és minden nemnek tudunk biztosítani megfelelő kerékpárt.
Nyilván külső szolgáltatók segítségét veszük ehhez igénybe, de jöjjön bátran Balatonalmádéba kerékpár nélkül, mi segíteni fogunk. És akkor itt a Bicikligetnél mi volt a koncepció, hogy milyen szolgáltatások, vagy mi várja itt a biciklizőket, hogyha itt? Amit nagyon fontosnak tartottunk, legyen egy kis fedett rész, ha az időjárás úgy alakul a Balatonon, ez viszonylag hirtelen következik be, hogy jön egy vihar, jön egy eső, legyen hova beállni kerékpárral, legyen hova leülni, és legyen egy kis szervizpont, ahol az esetleges hibákat a kerékpárosok ki tudják javítani. Volt még egy plusz célunk, amikor nincs kerékpáros szezon, akkor ez szolgál egy közösségi térnek is, piknikezhetnek az ide látogatók, a helyi lakosok, bárki, aki úgy érzi, hogy szívesen venne egy ilyen gyönyörű helyen, mint a Szent Erzsébet liget egy kis fedett leülőhelyet, akkor szeretettel várjuk. Balatonalmádi, ahol egy pillanatra megáll az idő. A maga könnyed ritmusában fedi fel a település rejtett kincseit. Több mint egy vége láthatatlan partvonal, önfeledt strandolóktól és koncertektől hangos város. A nyugalom szigete a nyüzsgő balatoni rivierán. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.